Szeretettel üdvözlök minden kis mancsocskát. Most a kicsikhez szólok. Elérkezett a húsvét. Készülődünk ugye a húsvéti időszakra. Jön a nyuszi. És most fogunk csinálni egy nagyon aranyos kis nyuszis, illetve csibés képeslapot. Nem lesz nehéz, segítek nektek. Nagyon egyszerű. Felteszek majd a honlapra egy-egy ilyen kis sablon, de meg is lehet rajzolni. Így. És ebből fogjuk készíteni a képeslapot, ez lesz az alapja. Az első feladatunk az, hogy kivágjuk. Fogjuk egy ollót, és egyszerűen csak körbevágjuk. Szépen kivágtuk a mintát, ezt rá is ragaszthatjátok egy kartonlapra, nézzétek csak. Ez barna kartonra lett ráragasztva, egyik fele fehér, másik barna. Na. Akkor a következő feladatunk az az lesz, hogy vagy filctollal, ha van nektek otthon, vagy ceruzával, egyszerűen fogjátok és kiszínezitek a kis csirkét, illetve a kis nyuszit. Most a csirkét fogom nektek megmutatni, hogy hogy kell. Ezt viszont úgy alakítjuk ki, ezt a szép kosárka formát, hogy ezeket a vonalakat fogjuk, és így hosszába felvágjuk. És mutatom a többit, jó? Mindjárt. Kivágtuk, látjátok, ezek így integetnek. Félre rakjuk a felesleges papír. És hogyha van otthon színes papírotok, nem tudom, hogy milyen szín van, én ilyen színeket hoztam. Mindegyikből levágtok egy körülbelül egy ilyen széles csíkot, vagy egy, és kiméritek belőle ezeket a pici keskeny csíkocskákat. Bevonalkázzátok, majd a vonalak mentén ki lesz vágva. És ezeket fogjuk bebújtatni. Most mutatom mindjárt. Jó. Tehát kivágtunk egy ilyen rózsaszín csíkot, következő legyen mondjuk egy lila. Ezt is szépen felvágjuk egyenesre. Így. Aztán vágjunk egy kéket, összesen 6 darab kell ehhez a kis csirkékhez. Kivágtuk mind a 6-ot. 1, 2, 3, 4, 5, és ez a 6. Na, a munkát úgy kezdjük, hogy mondjuk kiválasztjuk a rózsaszín kis papírdarabocskát. Előkészítünk azért egy kis ragasztót is, és megfogjuk a legszélesebb fület. Aládugjuk, megfogjuk a harmadikat, ugye ezt, a másodikat, ezt nem. Tehát minden másodikat felemelünk. Egy, ezt lent hagyjuk, ezt megint felemeltük, ezt lent hagyjuk, ezt felemeljük, ezt lent hagyjuk, fölemeljük. És az első sort az be is fejeztük. Mondjuk, hogy most jöjjön egy kék. Ezt most ide tesszük, de szorítjuk az ujjunkat, de akár le is ragaszthatjuk. Beragasztózzuk, leragasztjuk, és most azt emeljük föl, ami fölött van a rózsaszín. Felemelem, alá teszem. Felemelem, alá teszem. Látjátok, és szépen így váltakoznak a színek. Az utolsót azt ugyanúgy csináljuk. Mindig egyre rövidebbek lesznek. Jó.
készen is vagyunk bújtatásra, és a két végét, nézzétek, csak két végét, mi fölül van, először az, kicsit beragasztózzuk, akár folyékony, akár ilyen szilárd ragasztó van, amit ki kell a helyéből tolni. Kicsit beragasztózzuk, ráragasztjuk. Az is egy megoldás. Félbe hagyjuk. Így. Szépen. Így is meg lehet csinálni. Félbe hagyjuk. És levágjuk a feleslőt. Szépen körbe. Igen. És akkor fölemeljük a kis fülecskét. Beragasztózunk, leragasztjuk. Fölemeljük a fület. Beragasztjuk. Levágás előtt persze könnyebb. Ami alá van dugva, látjátok, itt ami lent van, kinyitjuk, és ezt is beragasztózzuk. Ami mindig kell igazítani. Ezt az utolsót, ezt fogjuk, és ezeket emeljük föl. Ezeket a kis fehér fülecskéket felemeljük, és itt ragasztjuk be a zöld papírkát. Majd ráragasztjuk. Ha kell még, akkor még igazítunk rajta. És akkor szép lesz. Jó, ezzel kész vagyunk. Fogjuk a ceruzát, és beszínezzük a tőlét, keresünk egy sárgát, beszínezzük a testét, és készen is vagyunk. Elkészült a csibénk. És más dolgotok sincs, mint ide rajzolni valami szépet apának, anyának, kis testvérnek, akárkinek, akinek szeretnétek. És legközelebb is találkozunk. A következő videóban a nagyoknak fogok mutatni egy nagyon aranyos kis tojástartót. Sziasztok!